Képek egy patronás intézmény jelenéről, ahol a gyerekközpontúság a kor kihívásainak való megfelelés és a jövőben mutató gondolkodása jellemző. De ez a szemlélet nem egyik napról a másikra alakult így ki, hosszú évek óta az innovatív gondolkodás jellemzi az egykori kettes, vagy ha úgy jobban tetszik, Zrínyi iskola pedagógiai közösségét. Az iskola 69-ben alakult, én 75-ben pályakezdő pedagógusként, előbb gyakornokként, utána pedig 75-ben kezdtem itt a pályámat. 8 évet töltöttem el, tehát az első tanítói pályám, fantasztikus élményem, nagyon jó pedagógusok, csupa szívemberek, nagyon jó gyerekek, tehát mert az ember fiatal volt, és azok az évek, azok szerintem azok visszahúzhatatlanok és csodaszépek. Ez a 8 év nagyon kellemes volt, utána én átmentem az ötös iskolában, lakóhelyemhez közel, és majd 95-ben tértem vissza vezetőként ebbe az iskolába. Hogy miért értem vissza, aznak egyszerű oka volt, mert ezt a légkört, a milliót nagyon szerettem. A 21 év vezetői munkám most már visszagondolva nagyon szép volt, nagyon dolgos, rengeteget dolgoztunk, nagyon jó pedagógusokkal, jó közösséggel, jó gyerekekkel, és rengeteg szakmai munkával. A mostani utódomnak sem könnyebb, mint ahogy nekem volt. Amit talán nagyon sokszor mondtak még annó rólunk, hogy mi abban az időben az országban egy ilyen szakmai tekintély, egy szakmai szellemi műhely voltunk, amiért rengeteget dolgoztunk együtt közösen, mert hogy amikor én átvettem azt az iskolát, akkor nagyon mélyről kellett indulnunk, és közösen együtt azokkal a nagyon jó kollégákkal, akik együtt dolgoztam, ki tudtuk azt termelni, vagy tudtunk azért szakmailag dolgozni, hogy országosan egy elismert műhely legyünk. Nekem ez a legnagyobb elismerésem, vagy ez a legnagyobb dolgom, vagy pozitívumom az iskolával szemben, de mellett a gyerekek. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy gyerek most gyerek, mindig azt kell neki megadni, ami éppen akkor van, hogy ő nem tehet róla, hogy mi zajlik a világban, az oktatásban, ő neki mindent meg kell adni, és én személy szerint saját magam mindig igyekeztem minden gyereknek megadni azt, amit én saját erőmből, szakmaiságomból tudtam. Ácsérző Szekszárd polgármesterek köszöntőjében arról beszélt, az egykori iskola összeolvadás az Dínyi és a Garai között új utat nyitott az iskola életében. Ennek jótékony hatása ma is érezhető a pedagógiai munkában. 3 évvel ezelőtt kerültek át az iskolák teljes egészében a tankerületi központhoz, előtte ugye önkormányzati fenntartásban voltak. Mi mindig is azt az elvet vallottuk, hogy teljesen mindegy, hogy ki a fenntartója egy iskolának, ahova szekszárdi gyerekek járnak, ahol szekszárdi emberek dolgoznak, azokat az intézményeket sajátunként kezeljük a jövőben is. Ez a fajta gondolkodásmód inspirál bennünket mindig abban, hogy odafigyeljünk azokra az igényekre, kérdésekre, amelyek akár a Garai iskola részéről is elérkeznek hozzánk, és megpróbáljuk minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy gyerekeknek, az ott dolgozóknak minden lehetőséget biztosítsunk az egészséges fejlődéshez, és ahhoz, hogy kiteljesedjenek. A Garai időközben művészeti iskolává is vált, szélesítve ezzel azt a kínálatot, mellyel a gyerekek képzését végzik. Pekari Bernadett intézményvezető azt mondta ünnepi beszédében, az iskola mélységeket és magasságokat is megért, de olyan tantestülete volt mindig, amely biztosíték volt a magas színvonalú pedagógiai munkának. Közel fél éve készülünk erre az 50. jubileumra. Azt gondoltuk, hogy legyen méltó ez a fél száz éves ünnep. Megállítottuk az időfogaskerekét szó szerint ebben a két napban, és szerintem csodás napon vagyunk túl. Sok-sok fáradtságos munkával természetesen, de sikerült összeállítani egy olyan kétnapos programsorozatot, ami azt gondolom méltó az elmúlt 50 évhez. Az elmúlt 50 évben megéltünk mélységeket és magasságokat, de azt gondolom, hogy mindig a nevelőtestület kitartó munkája és lelkesedése mindig tovább vitt bennünket azon az úton, ami odáig eljuttatott bennünket, hogy ma az innovációk iskolájaként tudjuk apostrofálni az intézményünket. Nagyon érdekes volt a tegnapi napon az a beszélgető műsor, vagy a beszélgető show, ahol régi kollégák és tanítványok látogattak el hozzánk, és az 50 év régmúlt emlékeit idéztük föl velük. És nagyon izgatottá váltak, amikor megtudták, hogy például volt olyan időszaka az iskolának, ahol 1000-1200 gyerek is járt és tanult a falaink között, és nem tudták elképzelni, ahogy én sem nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan tanulhatott, hogy a folyosón is függönyökkel elválasztott tantermeknek minősülő helyiségek voltak, ahol tanulhattunk.
Nagyon izgalmas volt ez a délutáni séta. Nosztalgia sétára hívtuk ugyanis a régi diákjainkat és kollégáinkat, és közel 30-an fogadták el a meghívásunkat, és nagyon izgalmas volt, ahogy végigkísérhettük őket a most megújult és felújítás utáni állapotokat tükröző intézményben, és mindenki mondta, hogy mi hol volt, melyik helyiséget hol találta meg, és milyen élmények kötötték azokhoz a helyiségekhez. Akkor érinti meg szerintem a mai gyerekeket az, hogy mit is őrzünk, milyen hagyományokat, vagy milyen kincseket őrzünk itt a falakon belül, vagy kívül, vagy éppen a szívünkben, hogyha mesélünk róla. Ugyanis mi nekünk utódoknak az a feladatunk és az a dolgunk, hogy meséljünk minél többet a gyerekeknek a régmúltról, és akkor ők talán rajtunk keresztül átérezhetik, hogy milyen volt az akkori világ. Számunkra a Garai iskola számára nagyon-nagyon fontos az értékteremtés. A hagyományok ápolása, de nyitása az innovációk, az újítások felé. Az előző vezetők is mindig azon dolgoztak, a nevelőtestülettel karöltve, hogy mindig olyan pilotokat, új újdonságokat hozzanak a falai közé, ami szolgálja ezt az utat. Reméljük, hogy az további 50 év, vagy a következő, elkövetkezendő évek is hasonló újításokat hoznak majd az életünkbe. Az intézmény profilja tulajdonképpen a sport és a művészet. A hosszú évek alatt ez derült ki, ez körvonalazódott tulajdonképpen, és szeretnénk, hogyha ez a hagyomány megmaradna, de azt gondoljuk, hogy a mai digitális világban azért az újdonságok felé is kell nyitnunk, mint ahogy interaktív eszközökkel és jól felszereltséggel működik az intézményünk. De azt gondolom, hogy a határ az meghúzható. Tehát a mi feladatunk az, hogy tudjuk, hogy hol a határ, az élmények, az élmény alapú tanulás, illetve a digitális világ és a digitális eszközök használata mellett, egymás mellett párhuzamosan tudjanak működni. 50 esztendő élményei, kudarcai és sikerei vannak a Garai iskola falai között. A hagyomány és a fejlődés egységet teremthet a következő generációk számára olyan értéket, amiért érdemes lesz idejárni és itt tanulni.